Sok szeretettel köszöntöm a Tolnatáj televízió nézőit és beszélgető partneremet, Örmény János. Szia, János! Szia, Anita! Köszöntöm is a Tolnatáj televízió kedves nézőit. Remélem, hogy mindenki elnézi, hogy tegeződünk, de Jánossal már régóta ismerjük egymást. Beszélgetésünk helyszíne egy könyvtár, amely nem véletlen. A következő percekben erre fény fog derülni, hogy miért is ez a helyszínünk. De hát kezdjük egy kicsit távolabbról. Egy Tamáshoz közeli kis faluban nőttél fel. Nem tudom, annak idején a gyerekek életében mennyire volt jelen az olvasás, illetve te konkrétan mennyi időt szántál erre? Hát én itt a közeli Nagykónyiból származom. Onnét nősültem Tamásiba, tehát Tamásiba úgymond gyűjtment vagyok. De gyerekkoromban azt gondolom, hogy átlagos olvasó vagyok. Hát a családok nagy részében akkor még a kötelező olvasmányok, illetve a Biblia, meg a kincses kalendárium jelentette a főolvasást, és az olvasás szeretete az inkább későbbi időszakban jött az életembe. Említetted ezt a gyütment szót, ez konkrétan kónyi kifejezés, nem? Igen, hát a gyütmentnek a tájnyelvi változata. Igen, a kónyiak ezt azért gyakorta szokták emlegetni. Hát az írás, illetve az olvasás nyilván ugye általános iskolába elsajátított dolgok, amit aztán vagy tovább visz az ember, vagy pedig kevésbé. A te életedben azért nagyon nagy szerepet kapott. Igen, de ez inkább külső hatásra történt. Amikor én Tamásiba kerültem a Turinform irodába, akkor abban az időben több helytörténeti kiadvány is készült, és ezeknek a képelésében, fotózásában működtem közre, és tulajdonképpen a könyvvel, a könyv szerkesztéssel úgy kerültem kapcsolatba, és természetesen a tartalmuk is érdekelt, másrészt pedig a munkámból adódóan itt a környékbeli nevezetességekkel, az épített örökségekkel, a híres emberekkel, a történelmi eseményekkel is kapcsolatba kerültem, és úgy gondoltam, hogy ez egy érdekes téma, és hát ez innét jött, akkor még csak érdeklődés szintjén. Hát ma már, hogyha valakinek azt a nevet mondjuk szerintem itt a környéken, hogy Örményi János, akkor biztosan tudják, hogy kiadványhoz köthető a neved, mert hogy számos kiadvány jelent már meg így a te jó voltadból. A feleséged történelem magyar szakos. Volt neki köze ahhoz, hogy belemertél vágni, vagy belevágtál ebbe a kiadványírásos, kiadvány megjelentetős történetbe? Abba, hogy belevágtam, abba talán kevésbé, viszont mind a mai napig ő a cenzorom. A helyesírástól kezdve sok mindent megbeszélek vele, én nagyon sok tanácsot kapok tőle, de szabadon hagy, tehát igazából a szerkesztés, amely nem is kimondottan a személyemhez kötődő, hanem a segítőimhez, és ezt előjáróban szeretném is hozzátenni, hogy ezek a könyvek, ezek sok szereplősek, tehát hogy egy könyv létrejöjjön, az nem Örmény János gépírása, hanem nagyon sok közreműködője van a könyveimnek, van amelyiknek akár 100 személy is. Akkor szeretsz beszélgetni ezek szerint? Mert hát azért sok-sok óra beszélgetés kell akkor egy ilyen kiadványhoz. Vagy szereted a régi történeteket? Szeretek beszélgetni, vagy inkább érdeklődő vagyok. Tehát érdekelnek a személyek, érdekelnek az események, az érdekességek, és én azt gondolom, hogy a partnerek viszont szeretnek beszélni. És ebből mindig kikerekedik egy történet, egy cikk, egy írás, esetleg egy könyv. És te egy mottót is választottál magadnak, méghozzá Márai Sándortól ragadtál ki egy gondolatot. Hát én azt gondolom, hogy az emberiséget nem csak a munka, hanem az olvasás, az ismereteknek a továbbadása is kiemelte, és én azért nem temetném a könyveket, az írott formákat, mert van létjogosultságuk ebben az internetes világban is, és én azt gondolom, hogy egy karosszékben egy friss könyvet olvasva, egy olvasó lámpa mellett az egész más élményt ad, mint csak a monitorot bámulva, és talán néha még pislantást is kerülve szerzi az olyan információt az ember, ami nem is mindig hiteles, és nem is mindig ellenőrzött. Az a bizonyos könyvillat, amely szerintem Igen. sokunkat magával ragad. Más, tehát az ember gondolkodását, hangulatát másként befolyásolja. Tehát amíg az interneten a gyors és
érdekes és fantasztikus hírekre vágyunk, addig a könyvolvasás egy egész más élményt ad. Azt említetted, hogy még mindig van erre kereslet, és hogy még mindig érdekli az embereket, mármint hogy maga a nyomtatott verziója ezeknek a dolgoknak. Azt lehet mondani, hogy azért korosztályhoz köthető? Hát az egyértelmű, hogy a korosztályom vagy a nálam idősebbek ragaszkodnak leginkább. Én azt gondolom, hogy a fiatalok közül nem mindenki, tehát ott már azért kevesebb a létszám, de ahogy a helytörténeti témákban, ugye a könyvolvasásban is lehet, hogy bele kell öregedni, tehát amikor már az ember egy jobb időtöltést kíván, akkor lehet, hogy a könyvet ragadja meg, és nem az egeret piszkálja. Na és egy témát már említettél is, a helytörténet, ez azért számos kiadványodban visszaköszön. Emellett viszont nagyon-nagyon széles a skála, amit már így tőled megtalálhatunk, akár a saját könyves polcunkon is, vagy akár itt a könyvtárban, vagy hát bárhol be tudjuk szerezni most már. Mi alapján választod a témákat? Hát az egyik nagy témakör az a, úgymond a gasztronómia, a szakácsfüzetek, ezek a végzettségemből adódnak, és hát ebben azért mindig segítségül hívok profikat, tehát mesterszakácsokat, cukrászokat, olyan fordítókat, akik mondjuk a magyar recepteket német nyelvre is le tudják fordítani. Tehát ez az egyik vonulat, a másik pedig, hát a helytörténet mellett már próbálkozok portré könyvekkel, mert azért az érdekes személyeknek a története, élete az nem két-három oldal, hanem az egy könnyű terjedelem, és hál' Isten az utóbbi időben már ebben is azért voltak eredmények. Meg hát vannak olyan témakörök, amik ugye egymást hozzák. Iskolatörténeti könyvekből három is van, és az első az a külterületi iskolák történetének a feldolgozásával indult, amiből Tamási környékén volt 6. És akkor az hozta a polgáriskolák történetét, az hozta a téli gazdaságiskola történetét. Tehát amikor egy ilyen vonulat elindul, akkor azt, ha az ember végigviszi, akkor abba több is van, mint egy vagy két könyv. Számos olyan magyar mondásunk van, ami vagy megállja a helyét, vagy nem. Ez a, hogy is mondják, hogy aki nem tudja, tanítja? Ez nálad így van mondjuk a gasztronómia tekintetében? Igen. Hozzátenném, aki nem tudja, nem is tanítja, az az igazgató, de komolyra fordítva a szót, azért nem ilyen celebb szakácskönyveket kívánok, mert azt tucatjával lehet, de ha egy mesterszakács vagy egy cukrász adja a nevét és a szakmai ismeretét, akkor én meg a formai részt, akkor abból azért kikerekedhet olyan szakácskönyv, amit azért lehet használni. Jó, most ezzel arra próbáltam célozni, hogy te a konyhában mennyire állod meg a helyedet, hogy kiadod a kiadványokat, de hogy valójában el is tudod esetleg készíteni? Hát itt a feleségem segítségére vagyok szorulva, vagy pontosabban én vagyok az ő segítője. Most itt a beszélgetés előtt már a holnapi főzés kezdtük el, tehát ilyen hagyma, aprítás, meg zöldségpucolásban már azért profi vagyok. Ennél azért többre is képes vagyok, de hál' Isten a feleségem ragyogóan főz, úgyhogy őnek inkább csak kuktáskodnom kell. Volt esetleg olyan recept, ami annyira megtetszett neked is, hogy akkor mentél haza és mondtad, hogy na, ezt ki kell próbálnunk? Inkább a feleségem látott olyan receptet, amit ki kellett próbálni, és ami nekem is ízlett, és természetesen hát azért, ami nagy kónyi emlékeket idéz, A likas kalács, meg a rétes, meg a pogácsák. Nincs az a habos-babos ütemény, amit én egy krumplis pogácsáért el ne cserélnék. Azért emellett sokkal komolyabb témák is voltak, ugye, hogy itt mondtad az ő életrajzoknak tulajdonképpen a átvivése majd a jövő nemzedékének. Volt olyan történet, ami nagyon magával ragadott? Én azt gondolom, hogy ezek az életrajzi könyvek, amelyből eddig 3 készült, illetve a kalendáriumokban megjelenő hosszabb, rövidebb írások, azért mindig kicsit közelebb engedi az embert egy adott személyhez. Természetesen olyan is elhangzik, amely nem kerül be, mert úgymond nem publikus, de sokkal jobban megnyílnak az emberek egy-egy ilyen beszélgetés során. Nagyon sok olyan információt
tudok meg, és így az olvasók is, amely egyébként kevésbé ismert az adott szeméről. Akár versel, akár gyűjt, akár olyan szenvedélye van, amiről hát úgymond a nagy közönség még nem szerzett tudomást. Keresem azért a különcöket is, meg a különleges embereket, és keresem az értékes embereket. Akkor ezek szerint te keresed, nem ők keresnek meg téged esetleg egy felkéréssel, hogy hát segíts nekik mondjuk meg örökíteni azt, amit eddig tettek. Személyes felkérés még nem volt, tehát senki nem jelentkezett, hogy akkor az ő élettörténete az megérne egy könyvet, viszont ajánlás az számtalan alkalommal kaptam. Hál' Isten van a mi térségünkben, Tamási és környékén olyan személyek, akik, hát úgy mondom, megérdemelnék, hogy akár általam, de sokkal inkább profik által megírt életrajzi könyvek jelenjenek meg róluk. Témaválasztás tekintetében volt olyan, ami tőled mondjuk nagyon-nagyon távol állt, de mégis azt gondoltad, hogy hát ez megér egy misét, és akkor vágjunk bele? Hát ami nagyon-nagyon távol áll, az nem kerül be a könyvbe, azzal nem foglalkozom. Viszont nagyon sokszor olyan témával kerülök kapcsolatba, amely igazából nemhogy nem érdekel, nem értek hozzá. Tehát főleg ilyen műszaki, egyéb dolgok, viszont azt gondolom, hogy az olvasók számára ez érdekes, és ezért mindig keresek olyan személyt, akitől nem csak információt tudok szerezni, hanem olyan szinten le tudja ezt az információt butítani a mi szintünkre, hogy ezt mi meg is értjük. Akkor sok-sok munka áll egy kiadvány mögött. Hozzáteszem most is, hogy ez nem egy személy, ez mindig nagyon sokak munkája, és nagyon sokan dolgoznak azért, hogy évről évre ezek a kiadványok, például az említett kalendárium most már 18 éve jelenik meg, tehát ők évről évre hozzák, szállítják azokat a témákat olyan formában, ami olvasható és fogyasztható is. Na, ha már a kalendáriumot említetted, az volt a legelső a kiadványait közt? A legelsőnek azt tekintem, mert az már egy közös munka volt Sógorka Péterrel, akivel azóta is a szerkesztések javarészét végzük. A kalendáriumot 18 éve a Péter szerkeszti. Az volt a mi első próbatételünk, hiszen mi abban az időben a Tamási újságot szerkesztettük, ami sok szempontból nem felelt meg a mi igényeinknek, hát elsősorban a terjedelem nem volt elég. És ezért gondoltuk, hogy ki tudnánk tölteni egy könyvet is, és ugye én említettem, hogy gyerekkoromban én nagyon szerettem az akkori kincses kalendáriumokat, és mi egy hasonló stílusú könyvre, azért is adtuk a kalendárium nevet, egy olyan stílusú könyvet szerkeztünk most már 18 éve, és hát ahogy a Tolnatáj TV is terjeszkedik a településeken, mi is így vagyunk ezzel, hogy akkor Tamásival indultunk, most pedig már 23 település tagja ennek a könyvnek, vagy szerepel benne. Hát sok-sok kiadvány, sok-sok időt igényel a család, hogy viszonyul ehhez a... Hát most már azért nem csak hobbinak nevezhető elfoglaltságothoz. Hát ha nem túl komoly a válasz, akkor azt mondom, hogy legalább nem a kocsmába járok, tehát arra nem is lenne idő, meg igény sincsen rá. Ezek az esti elfoglaltságok, amíg a feleségem készül a következő napi óráira, én addig a számítógép mellett gépelek, próbálom az anyagokat összegyűjteni, kapcsolatban vagyok a közreműködőkkel, és a Péter is folyamatosan kapja az anyagot, hogy elkészüljenek ezek a kiadványok. De szeretném megemlíteni Szabó László nevét is, Lacival is már több kiadványt készítettünk. Az elismerés nagyon fontos, hát gondolom, hogy azért a család, barátok részéről ezt mindenféleképpen megkaptad. Van olyan elismerés, ami már ezt a munkát illette? Erre nem tudok válaszolni, mert nincsen, de nem is hiszem, hogy ezt politikai plecsniknek kellene elismerni. Én azt gondolom, hogy az olvasó a legnagyobb elismerés, és amikor egy-egy könyv megjelenése után kap valaki egy visszajelzést arról, hogy megsiratta azt a szemét, akiről írtunk, vagy olyan emlékeket idézett fel benne, ami úgymond jól érzéssel töltötte el, ez nekünk, nekem, vagy nekünk, ez úgy gondolom fontosabb.
eddig még nem méltatták a munkánkat, nem hiányzik, megmondom őszintén, az olvasók véleménye, és az, hogy a könyv iránti kereslet megmaradjon, ez sokkal fontosabb számunkra. Azt pedig szerintem bőven megkapjátok a részükről, mert tényleg mindenféle könyvet megtalálunk, ami így a ti szerkesztésetekben megjelent. De mitől is válnak egyedivé az örményi könyvek? Van ilyen, amitől egyediek lesznek? Nem hiszem. Van egy stílusunk, amit természetesen a közreműködők alakítanak ki, tehát nem egy személy. A Péternek van egy szerkesztési stílusa, egy szerkesztési elve, nekem van egy könyvtartalommal kapcsolatos elképzelés, és ezekből jön össze. Én azt gondolom, hogy igyekszünk egy általános igény felel menni, ezért a politikai témákat kerüljük, mert akkor az olvasók felét elvesztenénk. És azok a témák, amiket mi keresünk, igyekszünk úgy összeállítani, meg tartalmilag a közreműködők segítségével megfogalmazni, hogy erre legyen igény. Na most ez a mi kis könyvünk, ez a mi kis hagyományunk, én azt gondolom, hogy ezek a könyvek, főleg a kalendáriumra vonatkoztatva, én bízom benne, hogy egy hagyomány, egy igény, tehát ha december első hete, tizedike környéke, akkor már azért érdeklődnek, hogy lesz-e kalendárium. És bennünket nem érintett igazából a Covid-járvány, nem foglalkoztunk. A könyvek megjelentek, akkor úgy, ahogy korábban. Az biztos, a decembert mindenki várja, mert akkor tudjuk, hogy a környékről kapunk majd egy beszámolót, mert hogy ugye ez is helyet kap ebben mindig. Azon nem gondolkodtatok még, hogy a fiatalokat is meg kellene valahogy szólítani? Vagy megszólíthatóak-e egyáltalán valamilyen kiadványok? Hát ez hiányossága a könyvünknek, ahogy említettem az elején, hogy az 50 pluszostól számítunk igazából, bár most már azért a középkorosztály is azért legalább ajándékozás címén azért megvásárolja. Jó lenne fiatalokat megszorító témákkal, próbálkoztunk már itt a házasság, a lakásépítés egyebek kapcsán. Ez viszont fiatal szerzők kellenek, akik az ő nyelvükön, az ő igényeikről, az ő témáikról írjanak. Nem hiszem, hogy 60 évesen nekem kellene egy 20-25 éves fiatalnak a problémájáról írni, tehát szívesen várnánk olyan személyeket ebbe a kis csapatba, akik úgymond fiatalos, frissebb témákkal jelentkeznének. Te mit gondolsz az olvasásról? Mi az, amit ad? Vagy adhat? Vagy mi az, amivel esetleg ösztönözni lehetne azokat, akik hát kevésbé szánják rá? Mert valljuk be, ezért kifogás azt találunk bőven, hogy nincs időnk, most ezért nincs, most azért nincs, és lehet, hogy most már egyre ritkábban ragadunk ezért könyvet a kezünkbe. Isten ments, hogy én az internet ellen beszéljek, mert én magam is azért sok alkalommal... Sok hasznos hozadéka, igen. De az agyelbutulásról azért sokat cikkeznek. Én azt gondolom, hogy az olvasás, amikor az ember olvassa, átéli, átgondolja az általa elolvasottakat, akkor én azt gondolom, hogy mást ad, más élményt, mint amikor egy kész filmet nézünk, vagy egy anyagot. Ezt azt hiszem az óvodában már jól le lehet mérni. Tehát az a kisgyerek, akinek a szülei, nagyszülei meséket olvasnak, egész más szókincsel, egész más gondolkodással rendelkezik, mint akinek csak a joystickot kell ezzel nyomnia. Mi a terved még a jövőre nézve? Van még olyan kiadvány, ami nem valósult meg, vagy még úgy ott motoszkál az agyadban, hogy azt még így jó lenne a nagy közönség elé tárni? Hát keresem azért mindig az új témákat. Most készül egy Kopka történeti könyv a cég és elődeinek, amely ugye a Földműves Szövetkezettel kezdődött. Ez egy 75 éves történet, akkor júliusra el kell készülni egy szakálykönyvnek, amely szakály múltjával, a nagy eseményekkel, így a Kaposkoppány menti találkozóval, a szüreti felvonulással kapcsolatos. Folyamatban van egy fürdőtörténeti könyv,
amely Tamásinak a fürdő életét mutatná, nem csak a jelenlegi strand, mert ez csak úgymond 1973 óta, hanem volt egy másik is, annak voltak előzményei itt a kőolajkutatástól kezdve, az első medence megépüléséig, sok olyan történet van, ami ezt a fürdő történetet nagy egészé ki tudná elég állítani. És mivel Nagykónyi vagyok, egyszer majd csak lesz egy Nagykónyi könyv is, amelyhez közreműködők és támogatók kellene. Hát legyen így, akkor legyen sok-sok közreműködő még a következő kiadványokhoz is, amelyhez jó egészséget kívánok, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, én köszönöm a meghívást.